Szép jó estét kívánok mindannyiatoknak! Muzsikál ma a vers. Mit is jelent a cím, miről is szól a mai adásunk? Jó, hogyha tudjuk, hogy a műköltészet valójában János Pannoniusszal kezdődik, ő Mátyás udvari költője volt, és az első magyar nyelven író költő. Előtte csak a népköltészeti alkotások, a rigmusok, a magyar népdalok, a regélők szóltak magyarul. Az úgynevezett művelt irodalom, a műköltészet, az minden esetben latinul szólalt meg János Pannoniusig. Majd a reneszánsz nagy írója, Valasi Bálint, úgy szintén a magyar nyelvet használta. Tudni kell azt, hogy ezeknél a verseknél mindig megjelölték, hogy melyik nóta dallamára született, vagyis énekelni lehetett. Ugye mi is pontosan tudjuk, hogy könnyen megjegyezni úgy a szöveget, hogyha mellette dallam van, hogyha énekelni lehet. Hát én ma ebből hozok nektek egy sokrot. Szeretnék minél több olyan verset bemutatni, megzenésített verset, amely nagy költőinknek az alkotása, amelynek a szövegét a költőink írták. Kezdjük talán Petőfitől, és kezdjük egy olyan verssel, amit mindnyájan is ismerünk, Kislakál a Nagy Duna mentében, másrészt néven Távolból címmel. Petőfi Sándor versét Bognár Ignác zenésítette meg, és most a dalt Máté Otillia fogja előadni.
Petőfinél tartunk, és ennél a szép versnél. Nem tudom, hogy emlékeztek-e azokra a helyzetekre, főleg a férfiak, amikor meglátnak egy szép leányzót, és rácsodálkoznak. Ez egy nagyon jó helyzet, talán ezért is nevezik ezt a műfajt helyzetdalnak. Hát, Petőfi is beleképzelte a történetbe önmagát, és betoppant a konyhába, befordult a konyhába, és egy szép lányt látott ott. Tehát most befordultam a konyhára, Petőfi Sándor verse, Szabadi Frank Ignác zenéje, és egy csodálatos előadó énekli Melis György. Befordult a konyhára, ráújtottam a pipámra, azaz rágyújtottam volna, hogyha már nem égett volna. A pipámi a fában égett, nem is mente még a véget. Azért mentem, mert megláttam, lobogott is, amit rakta. Hát még a két szeme párja, annak volt csak nagy a lábja. Én beléptem, rám nézett, aligha meg nem igézett. Szerelem első látásra. Dankó Pistát szerették a költők. Társnak tekintették, és dalaihoz szöveget írtak. Ebben az időben, ugye a 48-as szabadságharc után vagyunk, a 19. század végén, a népiességhez térnek vissza a műköltők is. Az egyik ilyen költő Szabolcska Mihály, méghozzá az a Szabolcska Mihály, aki egyszerű, kedves, szívbeli verseket írt, Karinti még egy kicsit ki is gúnyolja ezért az így írtok tiben, de a költeményei népszerűek voltak, és Dankó Pista nagyon szép nótát írt belőle. Következik, amit mindnyájan ismerünk és nagyon szeretünk, a Minek turbóékoltok fehér vadgalambok, Szabolcska Mihály versét, tehát Dankó Pista zenésítette meg, és aki énekli, Szóka Júlia. Minek turbóékoltok fehér vadgalambok, I'm not afraid.
Az égi csillagokat mindenki ismeri. Ki elolvassa, én például nagyon sokszor gyerekkoromban. Ki látta a filmen, ki látta a musicalt, mert már ilyen formában is megjelent. Szóval a történet mindenki számára ismerős, és Gárdonyi Géza neve szintén nem ismeretlen. Gárdonyi Géza az egyik szövegírója volt Dankó Pistának. Csodálatos dalokat írtak. A tavalyi évben Búvári Lívia hosszú műsorokban mutatta be ezeket a dalokat. Most is őt idézzük, Magányos fa című dalt énekli, Gárdonyi Géza versét Dankó Pista zenésítette meg. Ez egy nagyon értékes sorozat volt a tavalyi évben. Megtaláljátok a YouTube csatornánkon, és elakad az embernek a hangja. Búvári Lívia mindig csodálatosat hozott létre. Lépjünk egy kicsit tovább, mert különben megharagszik a pusztabíró. Pósa Lajos a maga idejében szintén népszerű költő volt, sőt, gyereklapot is szerkesztett, és ő volt a gyerekek Pósa bácsia. Most Karcagi Nagy Zoltán énekli a Haragszik a pusztabírót, amelynek szövegét Pósa Lajos írta, és a szerzője, zeneszerzője Lányi Géza.
Karcagi Nagy Zoltán énekel. Haragszik a puszta bíró, a becsületem bántja. Miért járok az udvarába, a szememre hányja. Nem járok én csikót lopni, Isten ember lássa. Miért is van a puszta bíró úrnak kökény szemű nyánya? Nem járok én csikót lopni, Isten ember lássa. Miért is van a puszta bíró úrnak kökény szemű nyánya? Jaj, Istenem, mi lesz velem? Mit kellene tennem? Megmondta a puszta bíró, hogy vasra vered engem. Hogy ha tud, hát verjen vasra a betyár nem jóját. Saját kedves lován lopom el a kötény szemű jányát. Hogy ha tud, hát verjen vasra a betyár nem jóját. Saját kedves lován lopom el a kötény szemű jányát. Hogyha tud, hát verjen vasra a betyár nem jóját. Saját kedves lován lopom el a kötény szemű nyányát. Hogyha tud, hát verjen vasra a betyár nem jóját. Saját kedves lován lopom el a kötény szemű nyányát. Hát igen. De nem csak a magyar nótákban jelentkezik a költők munkája, hanem megjelenik az úgynevezett városi műköltészet, a sanzonok. Budai Dénes az egyik olyan kiváló zeneszerző, aki sokféle verset zenésített meg. Köztük a világhírű Heinrich Heine Szeretlek Ágnes. Opera énekesek, operett bonvivánok énekelték a dalt. Most is ezzel a dallal egyrészt a verset idézzük fel, a költőt dicsérjük, és Kovács Józsefre emlékezünk. Szilajabban üdöltött, ott ültem a parton és néztem a szilaj haptáncot. A szívem is tengerként szokogott nőtt, végtelen vágy ragadott meg utána. Te kedves egyetlen kép, kis szinten élkedjen jár. Harsogva a bokárján, és saját sóhajaimban. Könnyű láttal írtam a homokba, szeretlek Ágnes. De vadhullámok raja, durván tova söpri, e kedves betűket. Törékeny nád összefutók, s alfahab, nem bízom bennetek immár. Az éj, feketép színem, szilajabb lesz.
szemébe verés kézzel Norvégia erdeiből a legmagasabb fenyőt. Belevártam az Etna kűzörvényébe, cselámban merített óriás tollal, írom a sötét mennyből mulatán. Minden éjjel ott lobog ez az örök ragyogó lángírás. Késő unokák, messze jövendő, újjongva hallassák a mennyei szótat. Szeret legágnás, szeret legágnás. Hát van ennél szebb szerelmi vallomás? Nem hiszem. És akkor nézzük a 20. század termékét, a sanzonokat. Valamikor egy házas pár megszokta egymást. 10 évet élt együtt, 10 év után hanvad a láng. Erről szól a Törődj velem című vers, amelyet Szép Ernő írt, a halkszavú költő, a tragikus sorsok költő, és Budai Dénes zenésített meg. Neményi Lili adja elő a feleség óhaját. Törődj vele! Szép Ernő verse a sanzonok királyának a zenéjével, Budai Dénes zenéjével. Törődj vele! Törődj velem, törődj velem, ki egy gyűrűdet viselem. Bár 3 éve vagy te házas, s a szenvedélyed már nem lázas. Bár más asszonyt is un a férje, te még ne unj, ne dobjál félre. Drágám, ne légy még hűtelen, törődj velem. Csak egy kicsi törődj velem. Ha sétálunk belém karolj, s egy pillantással udvarolj, tudni illik nekem, s ne másnak, s ne bámult, akik szemben másznak, s veled, ha kávéházba mentem, az újságot ne kérjed mentem, s ne ásíts, azt úgy szígyelem. Törődj velem, csak egy kicsit, törődj velem. Dicsérd meg az új kalapom, s el ne felejtsd a névnapom. Mint elfelejtes csókot adni, ha irodába kell rohanni. Én más ékszert úgysem kívánok, mint egy csókot, mint egy virágot, s ezt új ragyogva viselem. Törődj vele, csak egy kicsi, törődj vele. Azt kívánom, ha este van, még hozzám simulj, fiúsan. Becézz, neves, keresd az ajkam, s ne tekkül magad rögtön rajtam. Kívánom a szív dobogásod, a reszketésed, zadogásod. Úgy, mint az első éjjel. Törődj velem, egyetlenem. Törődj velem.
házasság, a szerelem, az mindig a költők témaköre, és nem egyszer humoros formában. Na hát nézzünk egy másik házasságot, és nézzük Budapest egyik kedvenc találkozó helyét, a Zserbót, aki oda minket elkalazol a Zserbóba, Gábor Andor, a humorista, aki verseket írt, sőt, háború ellenes verseket is írt, de ő írta a Csárdás királynő dalainak szövegét is, és számtalan sanzont. A Zserbóban Gábor Andor versét Szirmai Albert, aki szintén operett zeneszerző is, a Mágnás Miskának a zeneszerzője, zenésítette meg, és egy csodálatos színésznő adja elő, Mezei Mária. A föld alattiból kilépő, művelt középosztályú szép nő, s fején egy héttornyú kalappal, egy kávét rendel dupla habbal, habbal. S mint aki nem evett 5 éve, egy kis tányért kezébe véve, késsel túr az ennivalóval, a zserbububububububan, a zserbububububububan, bomban. És nézi tágra nyílott szemmel, hogy vegyül művészi ellemmel, Lipótka város dísze kréme, keresztény társaságok réme, réme. Ach, itt van itt a hét finance, a madarasi bek s a lance, s a Markus Emma is valóban, a zserbo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 b
És a női irodalomból, mind aki a lapokban tombol. Itt a költészet, itt a próza, és itt a Bédi Swimmer róza. Róza, figyelmesen körülnéz, hát ha Pesten van az erdős Renáta, és megjelenik ez szezonban a zserbo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 b
S mikor magát jól telenézte, s a többi polgárnőt ellenézte, a föld alattiba lelépő, s a vacsorán töri fejétő, hétő. Jó feleség kiderül, lámit, vesz férjének ötér szalámit, és másnap ott ül még buzgóban, a zserbo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 b
magunkban. Azért nem minden házasság ilyen, a zserbó meg ma is régi fényében ég. De ha már a házasságoknál tartunk, akkor nézzünk meg egy újabb szirmai sanzont, aminek az a címe, hogy 3-tól 6-ig. Hát, hogy mi történhet 3-tól 6-ig, Kismari majd elárulja. Elmentem egyszer önhöz, édes, sok-sok ígérgetés után. E diszkrét célra ön kibérelt egy 2 szobás lakás Budán. Ön oly szelíden tud susogni, s ez engem úgy elandalít. S a végén a babája lettem 3-tól 6-ig. S a végén a babája lettem 3-tól 6-ig.
férjem ilyenkor nincsen otthon, s a magány rossz tanácsadó. Átmentem többször is Budára, ez ugye megbocsájtható. Ön oly szelíden tud susogni, s ez engem úgy elandorít, s a végén a babája lettem háromtól hatig. S a végén a babája lettem háromtól hatig. A nagy szerelmi pirkadatra hamar borult az alkonyat, eloszlott lassanként a mámor, tüzünk lassanként lerohadt. Ritkábban jártam át Budára, ön is csak néha-néha hitt. Ilyenkor szörnyen untuk egymást háromtól hatig. Ilyenkor szörnyen untuk egymást háromtól hatig. Ma szakítottunk, hála Isten! Szívem dobog, szemem ragyog. Nem kell többé Budára mennem. Szabad vagyok, szabad vagyok! Derülten nézek a jövőbe, csak egy dolog nyugtalanít, hogy mit fogok eztán csinálni háromtól hatig. Hogy mit fogok eztán csinálni háromtól hatig. Megpróbálunk búcsúzóul egy nagyon-nagyon szép Juhász Gyula verset feltenni. Sota Irén előadásában Testamentum. Szeretnék néha visszajönni még, ha innen majd a föld alá megyek. Feledni nem könnyű a föld ízét, a csillagot fönn és a felleget. Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk, könnyek vizét és a Tisza vizét, költők dalát és esték bánatát. Szeretnék néha visszajönni még. Ó, én senkit se háborítanék, szelíd kísértet volnék én nagyon. Csak megnézném, hogy kék-e még az ég, és van-e még magyar dal Váradon. Csak meghallgatnám, síre a szegény világárváját, sorsa veri még. S van-e még könyv a ne felejts szemény. Szeretnék néha visszajönni még. És nézni fájon léván szigeten, Szagolcán és Makón a hold alatt, vénhárs alatt az ifjú szerelem. Még mindig boldog-e és balgatag? És nézni, édes anya alszik el, s álmában megcsókolni a szívét, s érezni, most is rám gondol szívem. Szeretnék néha
visszajönni még. Költészet és a muzsika páros. Figyeljétek, nézzétek, emlékezzünk azokra a költőkre, akik ezeket a szép dalokat, magyar nótákat, sanzonokat írták, és azokra a kiváló zeneszerzőkre, akik megzenésítették ezeket a verseket. Ezzel a szép dallal kívánok nektek jó éjszakát, a viszontlátásra!